vidéknek vannak olyan részei, amelyek a pólus nagyvárosok körüli vidékek, tehát a város által, hogy úgy mondjam, elfoglalt és azzal szervesen együttélő tett használatában, ingázásban, foglalkoztatásban, gazdaságban nagyon aktív vidékek. Vannak a kisvárosok vidékei, amelyek ugye már mondhatnánk azt, hogy a vidékies típushoz tartoznak Európában is, és akkor vannak hozzá Magyarországon olyan fontos vidéki települési különlegességek, mint ahol tanyák vannak, apró falvak vannak, a mezőgazdaságilag fontos vidékeink, az üdülés szempontjából fontos, könnyetileg érzékeny vidékeink, és akkor még fejlettség szerint is lehet ezeket besorolni, tehát azért nagyon nagyot tévednénk, tényleg mondom, hogyha talán az két ábra meggyőző volt arra vonatkozóan, hogy ezt egy egységes vidéknek kezelnénk. Mondjuk a fejlettebb, szerencsésebb Európában egy abszolút tudatos ilyen vidék és térségfejlesztő profi intézményrendszer alakult ki, és ugye ez a fajta töprengő, tervező, alkotó, értelmiségi mellett, akik hát némelyik csak egyszerű középiskolai tanárként, de nagyon jó színvonalon tette a dolgát, és generációkat nevet, attól kezdve ehhez a közösségteremtő értelmiségig mindenki ugye átalakult egy profi intézményi világgá, ahol kis menedzserek sokasága szervezi a szociális életet, a közösség életet, a pályázatokat és mindent, és tulajdonképpen a modern globális világnak megfelelően professzionalizálódott ez a dolog. Nálunk ebből, ha még e helyen lehet mondani, hogy ebből a értelmiségi aggódásból nem alakult ki kellő módon, vidéken meg szinte egyáltalán nem ez a professzionális világ. Ez azt mutatja, hogy 1970, 80 és 90 között a piros színű településeknek bővülő volt a társadalma, nőtt a népessége, magas volt az iskolai végzettség, sok lakás épült. 4 adattal, ezt egy vált is tervezőnő csinálta a kandidátusiával. És én most megismételtem, tessék megnézni, hogy szinte kihűl az ország. Tessék megnézni, ma ugyanazokkal az átlagos viszonyítottakkal 214 bővülő társadalmú település van Magyarországon, és itt, hát, hogy arra is majd esetleg kitérünk, azok a sárgák az etnikai népesség nagyobb gyarapodása miatti kedvező helyzetet mutatják. Tehát tulajdonképpen egy leszakadó Magyarország, leszakadó vidékéről van itt szó, és ezt ne tagadjuk, tehát nem lehet a vidéket kiragadni abból, ami az egész. Gyakorlatilag a közszolgálati médiából a vidéki értelmiség kiszorult, a vidékügyek kiszorult, a Kossuth Rádióban egyedül Pécsről jelentkezik be egy tudósító állandóan, de míg Ladányi Zsuzsa Szegeden volt és dolgozott, addig Szegedről. Tehát, na most ezt teljesen abszurdnak gondolom, hogy emberem vagy egy állásom múljon az, hogy Szeged vagy Pécs az ország nyilvánosságában az ott történt dolgok kapcsán mivel van jelen. Ez nevetséges. Most a másik, hát természetesen azért lehet ellene tenni, mondjuk könyvtár nálunk, központi hely, irodalmi estekkel, egyebekkel. Nálunk a könyvtárban a rendezvények száma 1000 vagy 2000 körül van évente. Tehát az azt jelenti, hogy naponta több térben több rendezvény. Finnországban megemelték, kérem, a pedagógusok fizetését, ugye az átlag értelmiségi fizetés 100%-áról 140-re, és onnan kezdve az utolsó finn pici faluba is ugyanolyan minőségi pedagógus tanít, mint itt a 5. kerületbe, mert a finn társadalom eldöntötte, hogy a finn iskolarendszer sem területi, sem szellemi diszkriminációt nem okozhat. Képzeljük el, mennyi szegény vidéki, falusi vagy cigány gyerek vész el, mint tehetség ebben a agyon hierarchizált iskolarendszerben, és akkor nem kell másról beszélni, csak ilyenről. Az a probléma, hogy itt vagyunk ugye Kecskemét környékén, ez kérem szépen a fekete helyek azok, ahol 25% fölött van a munkanélküliség, a 8 osztályt el nem végzettek aránya, és 3-nál több gyerek van a családban. Na most akkor tessék megnézni,
egész Somogy és az Ormánság, végig a keleti határ. Tehát úgy gondolom, hogy a vidék fölértékelődésének jó esetben nagyon sok helyen van bekövetkezési valószínűsége, hogyha egy jó vidékpolitika indulna el Magyarországon, vagy vidékfejlesztés, vagy regionális politika, teljesen mindegy, hogy minek nevezzük. Úgy, hogy a szakágak mindegyike elhelyezi bele a vidéket. Ha ez nem következik be, akkor sajnos ez a, írtunk egy forgatókönyvet a Petőfivel, ugye a Patópál forgatókönyvének neveztük. Tehát, hogyha tulajdonképpen, ha nem csinálunk semmit, akkor valóban folyamatosan fog ez a fekete terület bővülni, és akkor tényleg ketté szakad az ország.